Koszorúzást tartott Salkaházi Sára Szociális Testvér vértanú emléktáblájánál a Szociális Testvérek Társasága szerzetes közösség december 27-én délután. A Bokréta utca 3-as számú házon lévő emléktáblánál rendezett ünnepségen Erdő Péter esztergom budapesti érsek beszédében hangsúlyozta, Sára testvér az egykor a helyszínen állott épületben szociális munkát végzett, és ez a következetesen vállalt segítőszeretet nyitotta meg számára a keresztény tökéletesség útját. Németh Emma szociális testvér megemlékezésében felidézte az elhurcolás napjának történéseit, majd kiemelte, Sára testvér példája segítsen bennünket is, hogy szentté váljunk. Az emléktáblánál koszorút helyezett el Erdő Péter bíboros, Bácskai János ferencvárosi polgármester, Pataki Ágnes a Szociális Testvérek Társasága általános előjárója, valamint Szécsi József a Keresztény Zsidó Társaság főtitkára. A megemlékezés az Örökimádás templomában bemutatott szentmisével folytatódott.